Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntök mindenkit a hagyományos újévi köszöntőnkön. A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt van a szívünkben. Még halljuk a csengők csodálatos hangját, és még abban a nyugalmas szeretetben lépünk át az új évbe, ami körülvett minket az elmúlt napokban. Az ünnepek gyorsan elszálltak, de én azt kérem, ne engedjük el az ott átélt pillanatokat. Minden nap szükségünk lehet a karácsony hordozta nyugalomra, szeretetre és bölcsességre. De most álljunk meg egy pillanatra, egy napra, a mai napra. Most legyen egy pillanat, egy nap, az új év napja, amikor körülnézünk, hogy mit értünk el, miért fáradoztunk, küzdöttünk, dolgoztunk, és álljunk meg azért is, hogy örüljünk az elért eredményeknek. Új esztendő, vígasságszerző, most kezd újulni, újulása víg örömet most kezd hirdetni. Szinte mindannyiunk fülében felcsendül az ének, mely szerint, ahogy a hiedelem is tartja fontos, hogy az új év első napjaiban a megújulást ünnepeljük, és a jót erősítsük, hiszen az öröm örömet, az érték értéket szül. Hiszem, hogy nemes feladatot jelent megőrizni, megérteni és megélni értékeinket, kulturális örökségünket, őseink hagyatékát. Azt hiszem, hogy kevés fontosabb dolog van Mezőberény város életében, hogy az a motor, ami a települést hajtja, valódi közösség legyen. Hogy minden városlakó érezhesse, hogy minden napjaink során 2024 évben is számíthatunk egymásra, bajban és örömben egyaránt. Így kívánok örömet, derült, boldogságot, otthonodba békét, házad köré virágot, fejed fölé napot, csillagtengereket, köré tiszta szívű embereket, lábad alá utat, biztosan járhatót, szívedbe éneket, magasba szárnyalót, ajkad köré mosolyt, lélek melengetőt, múltat, jelent, jövőt, egyenként szerethetőt, szemedbe sugaras szivárvány fényeket, melyek megláthatják a rejtett lényeget, újult erőt adó, örömteli perceket, kívánok egy áldott, élhető új évet. És akkor tisztelettel felkérem Selmeci Lajos Péter lelkész urat a szolgálatra. El is vár a mi Istenünk, áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Egyházi köszöntéseinkkel kívánok mindenkinek boldog új évet. Ezen a mai estén, amikor együtt vagyunk, az evangélikus egyházban erre az évre meghatározott igével köszöntöm szeretettel az egybegyűlteket. Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében ezt írja: minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Korintus városa különleges hely volt az ókorban. Kereskedelmi központ, politikai központ, vallási központ. Ebből adódóan mindenféle nemzedék, mindenféle vallás, mindenféle náció megtalálta a helyét ebben a városban. És itt alakult ki az a gyülekezet, amelyikhez két levelet is írt az apostol, sőt, fel is kereste ezt a várost, nagyon a szívén viselte. Ebből a sokszínűségből adódott az, ami minden sokszínű közösségnek a terhe, hogy könnyen alakulnak ki feszültségek, könnyen alakulnak ki olyan dolgok, hogy a másság az teherként jelenik meg, és nehezen boldogulnak az emberek a türelemmel, az egymás elfogadásával. Ezért is különleges az apostolnak ez az intése.
Lehet, hogy mindent a városban nem tud megváltoztatni. De abban a közösségben, ahol van egy különleges összetartó erő, ami pedig nem más, mint a Jézusban való hit, ott elindulhat az a folyamat, megvalósulhat az a közösség, amelyik tud így működni. A szeretet az lehetővé teszi azt, hogy még azok a nézeteltérések, azok a különbözőségek, amik megoldásért kiáltanak, azok megtalálják azt a módot, hogy ezt úgy lehessen megvalósítani, hogy ne sérülések, ne feszültségek, ne bántások legyenek, hanem valóban megoldás a szeretet jegyében. Mezőberény talán egy kicsit érezhet hasonlóságot Korintussal, hiszen itt is több nemzetiségű városként, több felekezetű városként nevezzük magunkat, ahol keressük az együttélésnek a jó lehetőségét és formáját. Egy olyan korban, amikor egyre inkább bezárkóznak az emberek az otthonaikba, egyre inkább a virtuális térre helyeződik a hangsúly, ahol könnyen kitörhetnek az indulatok, és könnyen egymás fejéhez vághatunk sértő dolgokat, inkább arra kéne törekedni, hogy megtaláljuk a személyes találkozásnak az eseményeit, a lehetőségeit, amikor egymás szemébe mondva szeretettel tudjuk elmondani a véleményt, akkor is, hogyha olyan helyzetek előtt állunk, mint az idei évben esedékesen majd elénk kerülő választások, akár egyházi, akár politikai választások, tudjuk ezt úgy megélni, hogy keressük a jót, keressük a békét teremtőt. Az év elején a kereszténység Jézus nevében indul az újra. Karácsony utáni 8. nap Jézus nevének az ünnepe. Szentelje meg az ő neve és az ő személye a mi új évünket, a mi új életünket, hogy legyen valóban új élet a mi számunkra ebben az évben, ahol tud a szeretet és a békesség megvalósulni, építeni, gyarapítani bennünket, akik itt élünk ebben a közösségben, hogy így válasson valóra Pál apostolnak a buzdítása. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, aki emberré lettél, és vállaltad az emberi életnek minden terhét, örömét és bánatát, megpróbáltatását, küzdelmét, és elhoztad nekünk a szabadítást. Kérünk, segíts abban, hogy minden sérelmet, minden feszültséget, kudarcot, csalódást mögöttünk tudjunk hagyni az elmúló évvel, és tőled kapott szabadulással tudjunk előre tekinteni az új évre, hogy a te kegyelmed hozza el számunkra azt a szeretetet, amellyel oda tudunk fordulni egymás felé, amellyel meg tudjuk élni Pál apostol tanácsát ebben a városban, a gyülekezeteinkben, a közösségi életeinkben egyaránt. Kérünk, így tarts meg bennünket, így vezess bennünket az előttünk álló napokban. Hallgass meg minket, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mindenható Isten áldja meg ezt az új évet és mindannyiunk életét,
hogy az ő kegyelmében, békéjében és szeretetében meggazdagodva tudjunk egymással is szeretetben, békességben élni, és tudjuk építeni közösségeinket, családi életünket, városunkat egyaránt. Áldjon meg minket így a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Hölgyeim és uraim, tisztelt mezőberényiek, tisztelt ünneplők! Január 1-e nem csak új év, hanem a béke világnapja is. Én szeretném, hogyha a világ béke napja lenne. Elmúltunk 300 évesek, legalábbis az újratelepítés óta eltelt több mint 300 év. Lezárjuk a több szempontból sikeresnek mondható 2023-as évet, hogy belekezdhessünk a következőbe, amely az előzőeknél is sikeresebb kell legyen. Mire alapozom? Tapasztalatban, tudásban, lobbyerőben erősödtünk, és nagyobb anyagi forrásban is bizakodhatunk. Az előző évben megkezdett beruházások folytatásáról, közbeszerzés alatt álló fejlesztések megindításáról és új tervek megfogalmazásáról, megvalósításáról kell szóljon.
a teljesség igénye nélkül. 2023-ban befejeződött a Luthertéri iskola energetikai felújítása, a csapadékvíz harmadik üteme a város délkeleti részén, a Juhász Gyula utcai idősek otthon energetikai felújítása, szennyvíztisztító telep teljes, a vezetékhálózat részbeni felújítása, 11 önkormányzati épület napelemes fejlesztése, Petőfi szoba kialakítása, őseink emlékére emlékmű. Ez utóbbi különösen nagy érték, hiszen közadakozásból valósulhatott meg. Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 2023-ban a város érdekeit, fejlődését szem előtt tartva a nehézségek, néha a kudarcok ellenére is hittek abban, hogy terveink megvalósulhatnak, s bármilyen formában hozzájárultak a felsorolt fejlesztések és az itt nem felsorolt fejlesztések kivitelezéséhez. A mögöttünk hagyott év is bizonyította, hogy a munka előbb-utóbb eredményre vezet, még ha sokat is kell érte dolgozni. 2024-ben elindulhat a kivitelezésre megkötött szerződés alapján az alapellátási központ egészségügyi fejlesztés, a volt úttörőház átépítése. Élő szerződésünk van a Gösszer-Mifta közötti járda felújítására is. A már megkezdett közbeszerzések folytatása a következő fejlesztések megvalósítását vetítik előre. Élhető települések projekt keretében a Kossuth tér nyugati végén az út, valamint a templom felüli járda felújítása és a hosszú tó környékének rendezése, valamint a Kálvin utca óvoda felújítása, továbbá a nagyon várt és többször remélt közvilágítás korszerűsítése. Beadás előtt állnak út és járda felújítások pályázatai, újabb ipari terület kialakítása. Saját erős kátyúzásokat és járda felújításokat tervezünk az új évben. Mindeközben a Petőfi utca iskolaépület részbeni felújítását érintő román partnerrel beadandó rohus pályázaton dolgozunk. 2024-ben uniós és önkormányzati választások egy napon történnek, június 9-én. Mezőberényben kicsit másképp, mint azt megszoktuk. Csak remélni tudom, hogy ezek a választások nyugodt hangulatban, normális mederben folynak majd, és objektív kampány előzi meg a voksolást, ahol nem a lejáratással, nem a másik jelölt szidalmazásával, róla valótlanságok állításával próbálják meggyőzni a jelöltek a választókat, hanem mindenki a saját elképzeléseire, programjára koncentrálva teszi dolgát. Az előttünk álló év elé bizakodva nézünk, hiszen megérkeznek olyan uniós források, amely lehetőséget adnak további tervezések megindítására több területen, mint például a kastély, a városháza, a Kálmán-fürdő felújítása és más középületek, bérlakások, valamint közterületek fejlesztése. Azonban mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy eredményeket csak munkával és összefogással lehet elérni. Ehhez néha személyes ellentéteket is félre kell tenni, és a kritika mellett megoldási javaslatokat is kell adni az emberek számára. Legalábbis azoknak, akik komolyan gondolják a város és lakóinak érdekében végzett munkájukat. Jó régen mondják, tudjuk is, és többen komolyan gondoljuk, hogy a földet csak kölcsönbe kaptuk. E kölcsönbe a boldogság, az öröm, a szórakozás, a vidámság bőven belefér. De szükség van, hogy beleférjen a már említett összefogással való építkezésre, a megértésre, empátiára, a mások érdekeinek sérelme nélküli elfogadásra, néha megbocsájtásra, az embertársaink által teremtett dolgok megbecsülésére ahhoz, hogy az utánunk jövők, például gyermekeink és unokáink is élvezhessék e kölcsönkapott csoda, a föld nyújtotta ajándékokat. Az új évben erre is gondoljunk, de arra is, hogy az új év mindig új remény. Legyen a 2024-es év nem csak remény, de a beteljesülés éve is.
Charles Dickens-től kölcsönzött idézettel kívánok önöknek boldog új évet. Legyen boldog az új év számodra, és még sokaknak, akiket boldogíthatsz. Egészségben, sikerekben gazdag, eredményes új évet kívánok mindannyiuknak. Itt vagyok a szokásos helyen, csak nézem azt az üres asztalt ott ember. 20 éve már, hogy ide járok, nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. 20 éve már, hogy ide járok, nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. Hűvös az este, már hideg a kávé, a troll is elment úgy, hogy jöhet már bárki. 20 éve már, hogy ide járok, s nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. 20 éve már, hogy ide járok, s nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. Énekelnék, de félek, hogy hangos leszel. Énekelnék, de félek, hogy nem szeretel. Énekelnék, de nem vagyok hivatos már. Énekelnék, hogy elmondjam valami fáj, azt, ami fáj. Késő van, hazament az utolsó vendég. Ez is csak az lesz, csak egy homályos emlék. 20 éve már, hogy ide járok, nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. 20 éve már, hogy ide járok, nem tudja senki, hogy mit csinálok, csak énekelek, csak dúdolok magamban én. Énekelnék, de félek, hogy hangos leszel. Énekelnék, de félek, hogy nem szeretem. Ó, énekelnék, de nem vagyok hivatos már. Énekelnék, hogy elmondja valami baj. Énekelnék, de félek, hogy hangos leszek. Énekelnék, de félek, hogy nem szeretem. Ó, énekelnék, de nem vagyok hivatos már. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, új év úgy remény, ahogy említettem már, és azt kívánom, hogy a reményeik minél nagyobb százalékban, minél nagyobb számban teljesedjenek be. Boldog új évet kívánok mindenkinek!